A mosoly az köszöntésképpen neked szól, de valójában végtelen dühös vagyok. Dühös vagyok Merkel asszonyra, és dühös vagyok Orbán Viktorra, meg a lengyel miniszterelnökre, ugyanis gyakorlatilag nem tudom más, mert végig bohockodták ezt az egész Európai Uniós költségvetési vitát. Se pró, se kontra, semmi nem változott, minden szépen el lett fogadva, ahogy kell. Ugyanakkor egy olyan színjátéknak lehetünk tanulni, amiben az érintettek, amit mondtam, de most én különösen Merkelre és Orbánra akarom ezt kihegyezni. Ezek gyakorlatilag tényleg balonnak nézték az egész kontinenst. Miről van szó? Arról van szó, hogy mind a ketten eljátszottak valamit. Merkel azt mondja egy olyan szerepet, hogy ő Európa nagy megmentője, ő aztán itt mindent elintéz, mindenkit rábír mindenféle kompromisszumra. Orbán Viktor pedig nevéhez híven, ugye ő a nagy győztes, ő aztán mindent elintézett, ledöntött mindenkit, elzavart mindenkit, itt aztán kőkövön nem maradt. A valóságban pedig az történik, hogy Merkel nagyon-nagyon örül annak, hogy a német cégek Magyarországon azt csinálnak, amit akarnak, gyakorlatilag egy VIP szolgáltatást élvezhetnek, 1000 milliárd forint szám hordhatják ki innen a tőkeosztalékaikat, és Orbán Viktor pedig azt játszhatja el a hazai közvélemény számára, hogy nála nagyobb államférfit még nem hordott a föld a hátán. Az, hogy ezt a szégyenteljes cirkuszt a mi bőrünkre, a mi zsebünkre ez a két briganti ezt megtehette, én azt gondolom, hogy ez így vagy úgy, de Európa szégyene, de sajnos Magyarország szégyene is. Ezen egy módon tudunk változtatni, amit úgy hívnak, hogy kormányváltás. Hajrá, iszom, győzni fogunk.